mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazat mindenkinek. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsérünk, áldunk, magasztalunk, imádunk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és mindenünkből. Hálát adunk neked az elhívásunkért, hogy gyermekeddé fogadtál, a gyülekezetért abban helyeztél minket, az életért, hogy eddig is megtartottál minket, az áldásokért, nehézségekért, próbákért és egyaránt. Hálát adunk az ételért és italért, a ruházatért, amit adsz nekünk, mert bőkezően betöltött szükségeinket. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk, hogy végtelen a irgalmat, kegyelmet pedig örökké van. Személyválogatás nélkül és igazságos, hogy ítélsz meg minket. Tudod, hogy gyarló emberek vagyunk. Kérjük ezért is bocsáss meg bűneinket. Csak téged szeretünk és követünk. Kérjük, áraszd most kiránk szent lelkedet, hogy megérthessük igédet, és újra átélhessük az úrvacsora közösségében életünk legnagyobb csodáját, a megváltás elejét. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvérek, ahogy az lenni szokott az úrvacsorás istentiszteleteinken, először a szerezhetési igéket olvassuk fel, és utána pedig az igéjét és alapigéjét. Most ettől egy picit hadd férjek el, a szereztetési igéket fogunk felolvasni a Korintusi levélből, de az előtte és az utána lévő igen szakaszokat és mondatokat is hadd olvassak fel. Így olvasom most a Korintusi első levélből a 11. résznek a 17. verstől a 34. versig terjedő szakaszát. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és vigyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincsteleneket? Mit mondjak el? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérjelek. Mert én az Úrtól vettem, amit áldásadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátában megtört, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amelyet életetek megköveti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta, de pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg elmúl. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyira. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne veszünk. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Hadd emeljem ki ebből az ige szakaszból a 28. verset. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Ámen. Tisztán emlékszem arra, amikor lekonfirmáltam 13 évesen, és az utána lévő években úrvacsorás istentisztelek alkalmával én is kimentem, és magamhoz vettem a kenyeret és sót, és volt bennem egy nagy öröm.
Volt ebben a kamasz életnek egy nagy öröme, és végre lehet legálisan bort inni a templomban. De amellett, hogy volt bennem ez az öröm, egy nagyon nagy szorongást is átéltem minden egyes alkalommal, amikor azt hallottam, hogy a lelkész úr felolvasta ezeket a szereztetési igéket, és aztán hozzáfűzte, hogy úgy egyék abból az ember, és úgy egyék, mert hogyha méltatlan leszik, akkor ítéletet eszik és iszik önmagára, akkor kárhozatot eszik és iszik önmaga ellen. Hát ez bennem nagyon rossz érzéseket kelt. Elkezdtem félni, szorongani, hát hogy most akkor mit is kell nekem ahhoz tenni, hogy valóban méltó lehessen. Mit tegyek ahhoz, hogy nem méltatlanul legyen az új vacsorát? Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokkal jobb lenne, hogy inkább ott maradnék ülve a padon, mert mégis nem kötelező az új vacsora. Ha nem megyek ki, nem veszek részt, biztos, hogy nem fogom elkövetni azt a hibát, hogy most méltatlanul legyek részese a szent jegyeknek, és hogy elkárhozzam. Ezt meg azért nem mertem megtenni, mert attól féltem, hogy hú, engem biztos meg fognak itt szólni a gyülekezetben, hogy pont én nem megyek ki, miért maradok én ülve, mi akadályok vannak, hogy én úrvacsorát megyek. És akkor kimentem, akkor ezzel a félelemmel, szorongással mentem, hogy én most lehet, hogy valamit rosszul csinálok, és azért kérdeztem Istennek, hogy segítsen abban, hogy ne rosszul úrvacsorázzak, és hogy nehogy elkárhozzak engem. Az elmúlt években, amikor egy-egy biblia körben, illetve kisebb csoportban felmerült az úrvacsorának a kérdése, a témája, akkor azt tapasztaltam, hogy ez nem csak nekem volt kérdés, hanem a számotokra is nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy méltatlanul veszünk az úrvacsorát? Hogy lehet egyáltalán méltóvá válni, vagy mindenki méltatlan, és hogy mit jelent az, hogy akkor most ítéletet eszünk, hogy viszont önmagunk ellen? Hogy is van ez? És nagyon nagy zavart tapasztaltam én ezzel kapcsolatban, és nem csak a mi gyülekezetünkben, amikor elkezdtem ennek utána olvasni, kiderült, hogy az egész református egyházunkban az úrvacsorai gyakorlatot ebből a szempontból nagyon megzavarják ezek a mondatok. Nem is igazán értjük, és nem tudjuk, hogy mit jelent ez, hogy méltatlanul eszünk vagy iszunk. És az nagyon félhető bennünket tudni, mert szinte mindannyiunkban ott van ez a szorongás, hogy a félelem csak nem úgy járja, hogy méltatlannál válni. És volt egy teológiai tanárunk, aki azóta sajnos meghalt, Nagy István, és ő azt mondta, hogy hát tudjátok, két dolgot érdemes tenni ilyenkor, az egyik az, hogy inkább ne is olvassátok fel ezeket a mondatokat, mert csak összezavarja a gyülekezetet, vagy ha felolvassátok, magyarázzátok meg. És megmondom őszintén, amikor egy-egy úrvacsorás istentisztelet van, ezért nem olvasok hozzá ezeket a mondatokat, amit most hallottatok, most pedig szándékosan hangzottak el ezek a mondatok, hogy közösen keressük erre a kérdésre a választ, mit jelent az, hogy miért akarunk beszélni magunkhoz az úrvacsorát, miért túl vagyok egy erre van egy rövid, meg van egy hosszabb válasz. A rövid válasz az, hogy nem vagy méltó. Senki sem méltó az úrvacsorára. És igazából, hogyha a méltóság szempontjából közelítjük meg, akkor senki sem jöhet ide, és nem mehetünk egyre is a bort magához. De az úrvacsora nem a méltóságról, vagy a méltatlanságról szól, hogy én méltó vagyok-e, vagy méltatlan vagyok, hanem az úrvacsora közössége az Isten szeretetéről, a kegyelméről szól, hogy ő hív téged, hogy legyél részesebben a közösségben, hogy Jézus Krisztus megváltott téged az ő drága vérén, hogy ezt éled meg ebben az úrvacsorában. Hogy Isten ezt ingyen kínálja neked. Nem azért, mert te méltó vagy. Nem azért, mert te bizonyos elvárásoknak megfelelsz az ő szemében. Nem azért, mert téged annyira szeret, és hív ebbe a közösségbe. Az ő szeretetét és kegyelmét adja neked a gyarló, bűnös és méltatlan ember. A hosszabbik válasz erre a kérdésre az összekapcsolódik a korintusi gyülekezettel. Azzal az élethelyzettel, amivel Pál apostol ezeket a nagyon-nagyon kemény szavakat, ezt a kemény kritikát megfogalmazta. Ugyanis a korintusi gyülekezetnek nagyon rossz volt az úrvacsora gyakorlata. Ők azt csinálták, hogy naponta összegyűltek, és ez az összegyűlés ez nem csak arról szólt, hogy együtt hallottak tanítást Jézusról, a Bibliáról, különféle idézetekről, hogy hogyan kell keresztényekben kérni, meg hogy úrvacsorát vettek naponta, hanem arról szólt, hogy ők összeültek étkezni. És a gyülekezetben voltak, akik hamarabb odaértek, és szépen nekiálltak vacsorázni, nem várták meg a többieket, illetve ott voltak a gazdagok, akik ilyenkor aztán mindent elvittek magukkal, hogy Pál apostol fogalmaz, meg is részegettek, beinták magukat. A szegény emberek meg a rabszolgák ott álltak hátra, és korból gyomorra nézték, hogy mi történt, és egy falatot nem kaptak belőle.
Aztán jött az úrvacsora, magukhoz vették a kegyelmet és a bort, és azt mondták, hogy milyen jó keresztény közösség vagy. Hogy megéljük azt, amire Jézus tesz. És erre mondja az Pál apostol, hogy nagyon lehet, hogy legrosszabb, amit csinálnak. Mert az egész üres és hamis. És így nem szabad. Mert nincs bennetek szeretet, mert nem vagytok igazán testvérek, mert nem osztjátok meg igazán egymással azt az élelmet, amit oda visznek a gyülekezetbe. És azt mondja Pál apostol, hogy ha ezt teszitek, akkor tévúton jártok, és akkor valóban méltatlanul vagytok erre, és akkor valóban ítélete lesznek és visztok, önmagadok elni. És aztán Pál apostol praktikusan megoldás javaslattal is előáll, hogy mit kell tenni a korintusi gyülekezetnek. Azt mondja Pál apostol, hogy először is vizsgáljátok meg magatokat. Tartsatok önvizsgálatot, vegyétek észre, hogy valami nagyon nincsen rendben. És hogyha ezt megvizsgáltátok, akkor tegyétek meg azt, hogy várjátok meg egymást, meg osszátok meg életet egymásnak, legyetek valóban testvéri közösség. És ha nagyon éhesek vagytok és nem bírtok magatokkal, akkor inkább otthon egyetek, aztán úgy gyertek el a gyülekezetbe, de ezt ne csináljátok, ezt fejezzétek meg. És éppen ezért írja le a szereztetési igéket, az utolsó vacsorának azt a nagyon szép részét, hogy azt mondja, hogy így kell csinálni. Ezt a példát adja a korintusi gyülekezetnek, és ez a példa áll előtt. Hát látva, hogy milyen élethelyzetre írt a Pál apostol ezeket a kemény szavakat, hogy mit jelent a méltatlanul enni meg inni az úrvacsorába, azt mondhatják, hogy hát mi azért nem úgy csináljuk. Mi ennél sokkal jobban csináljuk, hiszen nem valamiféle részegeskedő lakoma az, aminek a keretében történik valamiféle úrvacsora, meg nem arról az, hogy mi nem osztjuk meg egymással a jövőt, és a szegények azok ott állnak és éheznek, a gazdagok meg jól teleszik magukat, meg le is szem. Ha ilyesmi történik a gyülekezetünkben a templomban, és így az úrvacsorát, tehát az egy jó országos botrány lenne. Az a nagyon érzékenyen érintene mindannyiunkat, erre tudjuk képzelni, hogy milyen csinálunk. És nyugodtan hátra dőlhetünk, és mondhatjuk, hát ebben az értelemben még végül is, minket az nem érint, hogy milyen tartalmon venni az úrvacsorát. Ránk ez nem igaz. És az a szorongás és az a félelem az igazából meg is szűnhet bennünk, hiszen nem arról van szó, hogy itt most miért akarom vagyok, hogy miért vagyok, mert ne csinálunk, mint a korintusi gyülekezet. Mi azért nálunk jobbak vagyunk. Mégis azért szeretném egy kicsit a bokra terülteni a fületünkbe. Mert az, hogy mi jobban csináljuk, mint a korintusi gyülekezet, az nem tudom, hogy azt jelenti, hogy mi jól csináljuk az úrvacsorát, hogy mi jól veszünk magunkat az úrvacsorát. Az, hogy mi nem ilyen botrányos módon végezzük az úrvacsorát közösségében, mert megadjuk a méltóságát, ugye? Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mi valóban készen jövünk ide az úrasztalához. És azt gondolom, hogy akkor válhatsz igazán méltatlannál, hogyha lélekben azt teszed, amit a korintusiak. Ami azt jelenti, hogy nem veszed komolyan az úrvacsora közösségét. Hogy azt mondod, hogy kijövök, és közben meg körülnézel, azt mondod magadnak, hogy na, ez meg az, mint nekem fél. Meg hogy ő azt gondolja, hogy ő lehet úrvacsorát. Sokszor ezzel is találkozunk. Azt gondolom én a másik, hogy megítéltem, hogy ő miért van itt, vagy miért jött, hogy biztos, hogy azért jön, mert sok és nagy mindegy van hozzá képest. Vagy ott van a szeretetlenség a szívedben, hogy szereted Istent, és vele közösségben akarsz lenni, de nem igazán tudod a másikat szeretni, és harag van a szívedben, amikor idejössz az úrasztalához. Vagy éppen átérvesz, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, de te nem vagy hajlandó megbocsátani a másik. Vagy éppen megfordítva, nem állsz oda elő, és nem kész bocsánatot, és nem követed meg. Azt gondolod, hogy elég az Istenben ezt elrendezni. Miért adnál lehet várni? Annak ellenére, hogy nem úgy bajunk vagyunk, mint a korintusi gyülekezet. Ha azt az utolsó vacsorát idézzük fel, mi történt ott, annál az asztalnál, Jézus és a tanítványai között, akkor azt olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus nem mondta azt, hogy ha neked adom, mert téged jobban szeretlek, mert te igazán megtisztottad magadat, neked meg nem, mert hát te nem vagy a bűnöző. Odaadja Júdásnak is a kenyeret, mint a bort, aki utána néhány percen feláll az asztaltól, és elmegy járulni Jézus. Aztán odaadja Péternek, akinek előtte meg megmondta, hogy néhány óra múlva te meg fogsz egyébként tanulni háromszor egymás után. Meg odaadja az összes többi tanítványnak, akikről nagyon jól tudta, hogy mikor megjelennek a katonák a Getsemáné kertben, akkor szét fognak szélelni, elszaladnak. Teljesen meg fognak rezelni, és ott hagyják Jézus nevét. Jézus nem vállalhatott közül, hogy mindenkinek odaadta, azzal együtt, hogy tudta, hogy mit fognak tenni.
mert Jézus senkit sem zárt ki vele a közösségből. Senkit nem zárt ki az Úrvacsora közösségéből. És ő ezt kérő, hogy te se zárjál ki más azzal, hogy haragban benned, hogy nem tudsz megbocsátani, hogy ítélkezel a másik ember felett. Mert ezzel igazából önmagadon volt kizárni az Úrvacsora közösségből, és akkor lesz igaz az, amiről Pál apostol beszél, hogy te ítéleted eszed és iszod önmagad ellen. Hát, hogy ezt komolyan végig gondolod, akkor én nem csodálom, hogy azt mondtam, hogy hát én még nehezebb kimenni az magasztalához. Még nehezebb részt venni ebben a közösségben. Hát ki az, aki ennyire fel tudja magát készíteni? Ki az, aki ennyire meg tudja magát készíteni? Hát nincs ilyen ember. Amint mondtam, ez nem méltóság, vagy méltatlanságról szól, hogy Isten hívja be a közösségbe. És éppen ezért Isten Pál apostol szavain keresztül egy nagyon fontos dolgot ad most elénk. Hogy vizsgáld meg önmagadat, és úgy egyéb is vizsgáld. Tartsál önvizsgálatot. Az önvizsgálatnak pedig két fontos része van. Az első része az a bűnbánat. Ahogy egy heten utolsában az evangelizációs sorozatnak az első alkalommal, első hirdetésében hallhatok, hogy Istennel van kapcsolatunknak az első és legfontosabb része, lépése, a helyes és valós bűnbánat. Nem az önmarcangolás, nem az állandó bűnbánat, hogy megjegy az, hogy milyen bűnös ember vagy, hanem az, hogy szépen leülök, mindig gondolom, hogy milyen bűneim vannak, és azokat Isten kezdébe teszem, mert Isten meg arra várja, hogy meg végre megbocsáthassa azokat, hogy végre helyre tegye ezt az életemben. Az első és legfontosabb ez a helyes bűnbánat. Ezért is hangzik el mindig bűnvalló imádság az úrvacsorai liturgiában, az úrvacsorai szokásban. Valljuk meg a bűneinket, és aztán fogadjuk meg Istennek a bűnbocsánatát. A második, ami ehhez kapcsolódik, és vagy következő is a bűnbánatból, az az, hogy tegyed helyre az életedet. Megint csak az evangelizációs sorozatra adott ajánlom, a hirdető lapon ott van az a négy szimbólum, az a négy ír, amely alapja szimbóluma volt az evangelizációban. Az Istennel való kapcsolata, az önmagammal, meg a másik embernek van kapcsolat, hogy jelenik meg az imádságban. És itt is erről van szó, hogy rendezd az Istennel a dolgaidat, rendezd önmagaddal, meg rendezd a többi emberrel. Rendezd az Istennel az életedet. Kérje, hogy mutassa meg neked, hogy miben kell megváltoznod, mi az, amiben ő formára akarja az életedet, mi az, amire rá akar mutatni. Nézzél rá a saját sebeidet, a saját fájdalmaidat, a szenvedésedet, hibáidra, az esedőségekre, a gyarmóságra, és mind ahol van, az itt Isten elé. Mert ő ezeket akarja fordítani, ezeket akarja gyógyítani, ezeket akar téged formálni, alakítani, változtatni. Amikor gyerek voltam, akkor a gyülekezetünkben azt mondták az idősebbek, hogy fontos, hogy vasárnap ne csak úgymond a testünket öltöztessük ünnepülve, hanem a lelkünket, a szívünket is öltöztessük ünnepülve, úgy menjünk a bennünk. Én hadd mondjak ennek, mondok egyenest egy mondó dolgot. Szerintem ne öltöztessük ünnepünkbe a szívünket, a lelkünket, hanem legyünk teljesen mezítelen Istenet. Mutassuk meg önmagunkat, ahogy vagyunk. Ne akarjuk semmit sem takargatni, mert Isten így szeret és így fogad el. És csak akkor tud igazán az életünkben munkát adni, hogyha őszintén ott tudunk lépni el. Nagyon fontos, hogy ne álljunk meg itt. Csak az Istennel rendezzük a dolgainkat, hanem rendezz a másik emberrel is az életedet. Rendezz a másik emberrel is a kapcsolatot. Jézusnak van egy nagyon megfontolandó tanítása. Azt mondja, hogy amikor tehát áldozati ajándékot az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panaszolna ellened, hagyd ott az ajándékot az oltár előtt, menj el, békülj ki előtt a testvéreddel, és akkor tégy vissza, és vidd fel ajándékot. Jézus azt mondja, hogy mielőtt az Istenhez mész, először menjünk a másik emberhez, és rendezett el a dolgokat. Nem úgy menj az Isten előtt, téged nagyon szeretnek, de ők meg ki nem állhatok. Mert ez így nagyon hamis. Rendezd a másik emberhez, és utána menjél az Isten előtt. A konfirmandusoknak, amikor a kártyát tanítjuk, illetve ezt tanulgatják, hogy levizsgálnak belőle, akkor az fontosan az úrvacsorai témához kapcsolatban van egy nagyon fontos kérdés felett. Így hangzik, hogyan készülsz az úrvacsorára, és erre a megtanulandó válasz, igaz bűnbánattal, akiket megbántottam, azoktól bocsánatot kérek, és megbocsátok azokat, akik vétettek ellen. Ezt minden egyes konfirmus megtanulta, sőt, én azt gondolom, hogy ti, akik kicsit idősebbek vagytok, és valamikor konfirmálatok, egyszer ti is ezt megtanultál. Valóban így kell legyen az életünkben.
szép az Istenre való közösségbe, hogy ne csak vele akarjuk rendezni a dolgunkat, hanem a másik emberre is, hogy törekedjünk erre. Néhány évvel ezelőtt találkoztam egy zsidó fiatal emberrel, aki a vallását gyakorolja és komolyan veszi, és beszélgetünk arról, milyen ünnepeik vannak, meg hogy élik meg az Istennel való kapcsolatot ahhoz képest, hogy mi keresztények ezt megéljük. És mondott egy nagyon érdekes dolgot. Van egy nagyon fontos ünnepük a zsidóknak, ez a Jom Kippur, az engesztelésnek az ünnepe, amikor egyfajta bűnbánat tartanak és Istennel megélítik a kapcsolatokat. És az Jom Kippur ünnepe előtti hetekben nekik feladatuk az, hogy csinálják egy listát, összeírják azt, hogy kiket bántottak meg, és aztán elmennek hozzá, és bocsánatot kérnek. És szintén, hogy kiket pipálják ezeket, ezeket a listát. Hát amikor erről beszélünk, azt mondom, hogy ez viszont kemény dolog. Én nem biztos, hogy erre képes lennék, hogy elkezdtem a fejemben is összeadni a listákat, hogy kiket bántottak meg. Hol tudnék igazán érni, és azt mondom, hogy ne haragudj, hogy én ezt tettem veled. Bocsáss meg, én megkövetlek téged. Ez egy nagyon kemény dolog. Azonban nem véletlenül alakult ez a zsidó vallásgyakorlása, hanem Istennel való kapcsolatával, és nem véletlenül fontos az, hogy mi is ezt tegyük, hogy Jézus is erre hív. Nem véletlenül maradt a mi atyánkban. Bocsáss meg a bűneinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk védkezőnek. Összességében Isten arra hív, és azt kér tőled, hogy mielőtt részt veszel a vacsorában, mielőtt idejössz, mielőtt ezt a öröm közösséget megéled vele, a többiekkel, akikkel együtt jut a templomba, rendezed vele, meg a másik emberrel a kapcsolatot. Nem azzal van a baj, hogy vannak bűnei, nem azzal van a baj, hogy valami rosszat tettél, hanem azzal van a baj, hogyha ezzel tisztában vagy, és nem akarsz rajta változtatni. Mert akkor be akarod csapni Istent. De őt nem lehet becsapni. Sőt, ő sokkal inkább szeretné türedelmes szívet, azt mondom neki, hogy figyelj, én ilyen vagyok. És ez nekem nagyon nehéz, és szeretnék ebben változni. De látod, hogy mennyire gyarmos esetben vagyok, segíts nekem ebben. Isten ezt szeretné tőled hallani. És nem azt akarja, hogy megjátszom akarod neki. Hát az neki nem kell. Nem véletlenül beszél Jézus a farizeus és a vámszedő imádságáról úgy, hogy ha valaki nem őszintén áll az Istenem, önmagát igazolja, hogyha én vagyok az igaz, hogy a jó vallásgyakorló persze a másik, az Istennek nem kell. Ő arra vár, hogy olyan legyen, mint a vámszedő, hogy elmond nekem, figyelj, hogy elszól, hogy milyen okot, én bűnös ember vagyok, és nagyon rászorul a tekenyeremre. És hogyha képes vagy így idejönni, hogy ezt egy végigmondod, leteszem az egész életet Isten elé, hogy a másik emberrel is rendezed a kapcsolatot, akkor meg fogod tapasztalni azt, ami egy gyönyörű szép titka, misztérium az úrvacsorai közösségnek, hogy ez képes átformálni az egész életedet. Hogy az, hogy úrvacsorát veszel magadhoz, az nem egy kis lelki ambíció, hogy egy-két napig a hétköznapokban bírja a gyűlölést, a terheket, a nehézségeket. Aztán elfelejtsd a lelki ambíció, és újra fel kell tölteni magad. Az úrvacsora közösségének a titka az, hogy Isten ezáltal is át tud formálni, meg tud változtatni téged, hogy teljesen meg tud újítani az életedet. Ott voltak a tanítványok, ott volt Júdás, Péter, meg a többiek. És igazából Júdás kivéve, hiszen ő öngyilkos lett, Péter és a többiek megélték azt, hogy a Jézussal való közösség az utolsó vacsora, annak ellenére, hogy nagyon gyarlók és méltatlanok voltak, az egész életüket. Isten pontosan ezt szeretné elérni a fúvacsora közösségében. Nem vagy méltó, de ez nem a méltóságról, vagy a méltatlanságról szól, hanem az Isten kegyelméről és szeretetéről, hogy hogyha át tudsz élni, akkor Isten véglegesen megváltoztatja az életet. Amen.